Szalad feléd egy idegen kutya, ugat, morog és nem tudod, mit csinálj. Helyzettől függ, hogy mi működik, de a kutyatámadás esélyét így tudod legjobban csökkenteni. Állj meg, ha sétáltál vagy futottál, ne nézz a kutya szemébe, fordulj oldalra, húzd ki magad és tedd keresztbe a karjaidat. Vagy szorítsd dökölbe a kezed és tedd magad mellé. Ne pánikolj és ne kiabálj a kutyának, kerüld a hirtelen mozdulatokat. Ne szaladj el, mert lehet, hogy kergetni fog. Kezdj el hátrálni lassan. Ne fordíts hátat, és vigyázz, nehogy eles valamiben. Ha a kutya morog rád, állj meg, maradj mozdulatlan. Ha abba hagyja a morgást, akkor kezdj el megint hátrálni. Keress egy biztonságos helyet, ahová be tudsz hátrálni, de ha nagy a baj, felugorhatsz kerítésre is. Ha a kutya messze van, és néhány lépésre van valami, amire fel tudsz ugrani, akkor ha van nálad valami, dobd el, hogy eltereld a figyelmét, és nyomás! Hogyan ismerkedj idegen kutyával? Ne gugolj le és ne nyújtsd a kutya felé a kezed. Sok könyvben ajánlják, hogy gugolj le, mert így kevésbé tűnsz fenyegetőnek, nem tornyosulsz a kutya fölé. Ez igaz, de ha idegen kutyáról van szó, nem jó ötlet az arcunkat közvetlenül a kutya szája elé tartani. Ne nyújtsd a kezedet, hogy megszagolja. Tudom, hogy nagyon elterjedt, régebben úgy gondolták, hogy jó ötlet. Nem az. Egy ideges kutya támadásként is veheti, mert úgy néz ki, mintha hozzá akarnál érni, és beleharaphat a kezedbe. Idegen kutya nem azért megy oda hozzád, hogy megsimogasd, először szeretne körbe szaglászni, azonosítani, hogy ki vagy és hogy honnan jöttél. Állj vagy ülj nyugodtan, és várd, hogy ő menjen oda hozzád, adj neki időt, hogy megszokja a jelenléted, ha megszokolt is érdeklődik, barátságos, ha bögdösi a kezed, valószínűleg szeretne figyelmet tőled. Ha megsimogatod, ne a feje tetejét, és ezt semmiképpen ne csináld. A legtöbb kutya felcsapja a fejét ilyenkor, vagy elhúzza, fenyegetésként veheti a simogatást. Ez persze mindig szituáció függő, szóval érdemes megkérdezni a gazdit, hiszen ő ismeri a legjobban a kutyáját. Miért akarnál így ismerkedni idegen kutyával? Nem akar veled kezet fogni, se kezet csókolni neked. A kutya számára fenyegető lehet és megijedhet, vagy akár meg is haraphat. Azonosítani nem csak a kezeden tud, hanem az egész testeden. Mit ne csináljon a gyerek a kutyával? Három helyzet, amit mindenképp kerülj el. Még több hasznos videóért pedig iratkozz fel. Ne hagyd, hogy a gyerek piszkálja a kutyát, amíg eszik. Azt gondolom, hogy ezt nem kell elmagyarázni. Hiába barátságos a kutya, nem érdemes kockáztatni. Ne hagyd, hogy piszkálja, amíg alszik. Hadd aludjon nyugodtan, ha mély álomból ébresztik és hirtelen megijed, a legbarátságosabb kutya is odaharaphat. Ne hagyd, hogy ölelgesse. Azzal, hogy ölelgetés közben leszorítja, a mozgásterét korlátozza, amitől a kutya fenyegetve érzi magát. A farok csúválás nem mindig jelent boldog, barátságos kutyát. A kutya teljes testbeszédét kell értelmezni, mert attól, hogy a kutya csúválja, még nem biztos, hogy simogatást kér, nem biztos, hogy barátkozik, nem biztos, hogy szeretné, hogy közeledj hozzá. Úgy tűnhet, de a kutya nem szégyeli magát, hanem tart a gazditól. Legyél óvatos, főleg, ha nem ismered, attól, hogy csúválja, még megharaphat. Miért vigyázz, ha a gyerek kutyához nyúl? A kiszámíthatatlan mozgás, a visítás, a zaj fenyegető lehet a kutyának, a vigyorgás pedig leginkább vicsorgásra emlékezteti. A gyerek szemmagasságban van a kutyával, és közvetlenül a szemébe néz, ezt is fenyegetésnek veheti a kutya. Ütögeti a kutyát az orrán és a fején, ezt nem lehet simogatásnak nevezni. A kutya pórázon van, emiatt a mozgása korlátozott, amitől még feszültebb lesz. A gyerekek sokszor a kutyák fülét és a farkát húzgálják, amit lássuk be, kevés kutya szeret. Itt is a videó elején látni, hogy a kisfiú a kutya farkán áll. Miért ne engeded a más kutyákhoz a sajátodat púrázni nélkül? Nem minden kutya barátságos. Ha összekapnak, nem csak a fizikai sérülést és az állatorvosi költséget kockáztatod, a rossz élmény hatására a te kutyád is másképp viselkedik majd. Másik gazdi munkáját tehetett tönkre, mert lehet, hogy éppen tréningeli a saját kutyáját. Terápiás kutyák képzése egy vagyon és rengeteg időbe telik, hagyd dolgozni őket. Írd meg, mit gondolsz, és kövess kutyás tippekért. Ha a kutyád a hasát mutatja, biztos, hogy simit kér? Arthur mentett kutya is a mai napig nem szereti, ha a hasához nyúlunk. Felveszi a púzt, mutatja a hasát, de a testbeszéde árulkodó. Megmutatom, mire gondolok. Mutatom, mire érdemes figyelni, addig kezd el követni a csatornát. A kutya közeledésre vagy érintésre veszi fel a púzt. Farok lehet, hogy mozdulatlan, be van húzva, vagy egy kicsit csóválja. Feszült, elhúzódik, a testrészben oldalra dől, a fülei hátra húzva, nyalogatja a száját, a fejét elfordítja, a távolban néz, a szeme elkerekedik és a szeme fehérjét láthatod. Ha ilyenkor hozzányúlsz, lehet, hogy oda is rúg az első vagy a hátsó lábaival. Simogatás helyett ilyenkor a legjobb, ha nyugodt hangon beszélsz hozzá, és megvárod, amíg megint ülő vagy álló pozícióban van, és akkor megdicséred. Biztos, hogy a kutya szeretetből nyalogat? A nyugtató jeleit ismert, a figyelmeztetés tiszteld. A testbeszéde árulkodó, legyél inkább tartózkodó. Ezekre a jelekre figyelj!
Ha a kutya nyalogat, de a fejét rögtön elfordítja, a fülei hátra húzva, a teste feszült, ásítozik, és a szeme fehérjét is láthatod, ilyenkor hagyd békén, mert a testbeszéde azt jelzi, hogy nem tetszik neki a helyzet.